adjon Isten szép jó napot! Na, látjátok ezt a zsákot? Na, mit gondoltok, mi van benne? Nem tudjátok? Na, akkor én most elárulom nektek, de csak halkan, nehogy más is meghal... Ebben a zsákban van a csuda. Mi, hogy ti még nem hallottatok a csudáról? Ó, pedig nálunk vékaszám mérik ám a csudát. Hogy a vékáról sem tudjátok, hogy eszik-e vagy isszák. Hová kerültem? No, vékát még én sem láttam, de azt tudom, hogy jó nagy. A csuda meg nem más, mint amiről mindenki beszél, és senki nem akarja elhinni. Na, ebből a csudából hoztam én nektek egy egész zsákkal. No. Kíváncsiak vagytok rá? Igen? Mindjárt megmutatom én, de előtte jól nyissátok ám ki a szemeteket, mert a csuda nem látható ám akárkinek. Na, na mi lesz már, komám? Kinyitod már végre azt a zsákot? Ennyi. De türelmetlen valaki köztetek. Mindjárt kinyitom, csak megkeresem a zsák száját. No. Nyissad már, barátom, már így is két rét görnyedtem. Azt mondjátok, hogy van valaki a zsákomban? Ha-hó! Ki van oda bent? Ja, hát én volnék ám az a Jani. Milyen Jani? Hát csak Jani. Te fura neved van, csak Jani. Ide figyelj, pajtás, a nevem csak annyi, hogy Jani. Most már értem, csak annyi, hogy Jani. Na, Jani, azt mondd meg nekem, hogy hogy kerültél bele a zsákomba, mert én tegnap este a csudát raktam bele. Ha-ha, pajtás, akkor én volnék ám az a csuda. Meghiszem azt, komám, mert csuda nagy orrod van. Hát a tiéd sem kisebb. No, ha már így összeakadtunk, Isten hozott szép jó napot. Volt is nekem szép jó napom, amíg nem kerültem bele a zsákodba. Nyugodtan szundikáltam, amíg nem ébresztettél föl. Én nem ébresztettelek volna fel, ha nem éppen az én zsákomat használod vánkosul. Azt hiszed, hogy kell is nekem a te kopott zsákod? Azt nem tudom, hogy Kukutyin falváról miként kerültem ide, de az már biztos, hogy mélyen szunyókáltam, ha csak most ébredtem föl. Ennyi, no. De sokat hallottam már Kukutyin falváról, de még sosem találkoztam olyannal, aki oda valósi. Igazán mesélhetnél nekem valamit a faludról. Hely, édes pajtás! Én ott Kukutyin falván zapot hegyezek. Én meg furuját faragok. Egészen jól meg vagyok, csak az asszonyka ne volna meg a hat lurkó. Egész nap pisítanak akár a kismalacok, soha nincs juttom tőlük. Egyiknek ez a baja, másiknak az a baja. De figyelj csak, te miféle csudabogár vagy? Én? Amolyan komédiás féle volnék. Igazándiból? Igazándiból. De és miből áll ez a komédiálás? Hát, elmesélek egy történetet, csinálok egy-két hókusz-pókuszt, aztán meg danolászok egy keveset. Ennyi az egész? Ennyi. Aj, pajta! Tudod, nekem még a mamám mesélt szépeket, aztán meg a tanulálással se volna semmi baj, de ennyi az egész. Ennyi bizony. Én kíváncsi is lennék rám, komám. De figyelj csak, inkább csinálj nekem egy kis hókusz-pókusz. Na jól van, jól figyelj és mondd utánam, jó? Roppantottal koppantottam, szöcskén csacskán szökkent, papnadrágban kappant fogtam, macskán fecskét hökkent. Ennyi az egész? Na ide figyelj! Hop, lop, 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 jaj. Koránban még ma reggel besüt a nap a fejemre, takarómat magamra húzom. A konyhából az illatok szállnak, mint a fregattok. Ó, a sonka és a lágy tojás. Ideje volna felkelni már. Ideje volna felkelni már. Hogyha arra gondolok, mi vár rám, beleborzadok, inkább alszom, alszom tovább. Ott vár a sonka az asztalon, a lágy tojás, meg a kakaó, és ma nem is lehet semmi más.
ideje volna felkelni már. Felkelni, ideje volna felkelni már. Oh, oh. Én még mindig álmodom, hogy veled szállok egy léghajón. Minket ezer kaland vár, átlépjük a szivárványt. Oh, ha ne felejts, azt mondja nem.
hogy igen. Ő maga a félelmetes sárkány. Ugyan már, király uram, egy félemeletes csákány? Nem csákány. Édes fiam, ez a sárkány olyan hőséget áraszt magából, hogy aki a közelébe ér, az menten megsül. Ajjaj. Magyarország az én hazám, Budapest a fővároskám, csak ott érzem jól magam, ahol kitörhetem a nyakam. Van nekem egy helikopter, nyílem, forog a propellerem. Ha én a part is megpörgetem, magasra felszáll a kofferem, és akárhová is elrepül velem. A dédapámé volt a kofferem, a háborúban átszállt a tengerem. Tapsoljanak szerintem. Igazából, hogyha tetszik, Stefán László hatalmasat ugrott közben. Nagy Dávid és Stefán Attila első keréken forgását láthatták. Speciális védőszeres felszerelések, illetve speciális biciklik kellnek el, ezeket nyilván ilyen sima. Hát egy 4-es raklapra, 8-as raklapra átfékezését láthattátok, valamint hátsó keréken kiállást nézzük. Stefán László hogy oldja ezt meg? Első kerékre becsúsztatva, nagyon szép trükk, illetve nagyon nehéz. Stefán László gyönyörű szépen átugratta ezt az akadályt, közben Stefán Tamás hátsó keréken ugrál, ehhez is rendkívül nagy egyensúlyérzékre van szükség, illetve sok-sok gyakorlás kell. Stefán László már is átugult ezen a villanyoszlopon, illetve villanypózán, tehát teljesen uralja fiúk a kerék. És most egy kiállás fog következni, Stefán László fel, közben Attila majd le a színpadra, és László is gond nélkül átteszi a biciklit, átterelgeti a színpadra. Gyönyörű szép kiállás! Amit egy kutyának tudni kell, hogy egyáltalán mentőcsapatba kerüljön, az azt jelenti, hogy 8 hetes kortól folyamatosan foglalkozni kell vele. Nem idomítani, tanítani, hanem szoktat szól neki az ember, akkor vissza leüljön. De nem kell kiabálni neki.
Igen. Süt a nap a szemében. Őszépen. Ugyanúgy le is feküdjön, hogyha... Tehát ne kelljen kiabálni neki. Azt mondjuk, hogy ott marad, akkor nyugodtan lehessen fölötte lépkedni. Ne legyen probléma az, hogy most nagyon tapossa az ember, mert nagyon sokszor van az, hogy egy mentésnél kordággyal, vagy másképp lépkedni kell a kutyákon keresztül. Sőt, ha dobbantanak, tapsolnak, vagy bármi gépzaj van, akkor nem szabad idegeskedni a kutyának. Nem életszerű helyzetben van, azokat a személyeket ki kéne választani a kutyák. Ma lehet látni, hogy azért figyeli, hogy lecsett össze itt a sarokba. Ad a személykeres, személy. Tehát rögtön jelezni kell, és hívni kell az embert, hogy ott van egy olyan személy, aki nem életszerű helyzetben van. Most természetesen, ha nem látjuk azt a személyt, vagy nem halljuk a kutyaugatást, gyere! Tehát nehezen hagyja ott természetesen, gyere, vadat, gyere, gyere! Tehát előjön valahonnan a bokrok közül, és megkérjük, hogy mutasd meg, hol van. És oda kell, hogy vezessen a személyhez. Tehát ez a lényege a... Mutasd meg! Látasd, mutasd meg! Kapar meg! Kapar! Kapar! Te szólnak is, mikor jön két nős. Hát ez a lényege. Hát hívja a kollégámat, hogy jöjjön, segítsen nekem. Most, ami még nagyon lényeges a kutyánál, ahhoz, hogy még dolgozni tudjunk, el kell juttatni különböző helyekre. Úgy látom hízott, mert kicsit nehezebben megy össze. Most ennek a hámnak van egy olyan része, hogy hátra lehet venni a kutyát. Tehát létlán, ilyesmi helyen. Hány kiló, vagy 40? Hát 40 kiló körülbelül. Van, amikor így kell vinni a kutyát a háton. Jó, mindjárt rögtön a legény, egyik legény, még egy legény, segítsetek húzni itt, hagyj, kapcsolódjanak be. Gyere, segíts neki, mert nem olyan könnyű ez az. Gyilkos! Álljátok meg egy kicsit! Tehát a kutyának nem lehet probléma az, hogy a levegőben van akár inokkal. Nem szabad félelmet tanúsítani. Lehet feljebb egy kicsit a fához, amíg lehet. Akár különlegesen, akár vízszintesen lehet a kutyát felsőtni. Venezuelában, Salvadorban, ahol nem lehetett, az utak összedőltek, és helikopterre megálltunk, és onnan kellett kötélel a kutyával. Minden kis gyereállam, egy hűséges kutya barát, ki elkísér az iskolába, csak kell órák
akkor folytatom a történetet. Nekem is van egy barátom, egy aranyszínű spániel. Házat is őriz, ha kérem, kilenc éves már Jasper. Hogy van, hogy? Csobi, Csobi, Jasper. Nagyon jó! Egy kutya a gyereknek, az a jó. És akkor? Csobi, Csobi, Jasper. Szuper jó! Egy kutya a gyereknek, az való. És akkor? És mit szólnátok hozzá most közösen? Csinálnánk valami nagyon jó kis gyereknapit, na? Benne vagytok? Na, akkor azt kérem szépen, hogy mindenki nagyon figyeljen rám, nézze a kezemet és a lábamat, és aki a legügyesebben csinálja ezt, amit most én fogok itt leutánozza, az kap valami nagyon klassz ajándékot, jó? Na, srácok, lányok, felkészültetek? Akkor figyelem, meneteléssel kezdünk, mindenki tudja, melyik a jobb meg a bal lába? Egy, két, ez az! Húzd ki magad, zenére! Idáig nagyon jó, most figyelj! Kézzel együtt! És kilépünk egyik irányba, meg a másik irányba. Egy, meg még egy, meg kettő. Mindegy, hogy reggel 8-kor vagy, csak ha unatkozol, tornázni, de mindig lehet. Kilépés! Nem kell, hogy mosszam, akkor csak cipődet gyorsan felhúzd, és már is rajra készen áll. Na most figyelj, ez lesz nehéz! Jobban, előre hátra szépen, nyújts ki a lábat, tornázunk együtt most rajta áll. Engem nézzél, és akkor könnyebb lesz, gyere! Előre hátra szépen, húzd ki a hátad, meglátod, utána még is ezen. Jön a keresztlépés jobbra, meg balra. Azaz, ügyes a két lány, nagyon, hátul keresztezünk, figyelj, aha, az lesz az, na kezdjük előről, menetelés. Mindegy, hogy reggel 8-kor vagy, csak ha unatkozol, tornázni, de mindig lehet. Kilépés. Nem kell, hogy mosszam, akkor csak cipődet gyorsan felhúz, és már is rajtra készen áll. Szembefordul. Előre, hátra, szépen, nyújts ki a lábam, tornázunk együtt, most sajta hát. Na még egyszer ugyanez. Jobban, előre, hátra, húzd ki, jól a hátat meglátod, utána víz is leszel. Keresztedünk jobbra, na meg balra. Szépen, nyújts ki a azaz, nagyon ügyes vagy, csak ne siess, maradj zenében, ritmusban, és most hátul keresztedünk. Figyelj, aha, az lesz az. Na most próbáljuk meg egy kis laza jogginghozást végezni. Úgy, ki tud begyorsítani? Gyere gyorsabb! És akkor jobban, előre, hátra, szépen, nyújts ki a lábat, tornázunk együtt, most rajta hát. Na még egyszer! Jobban, előre, hátra, húzd ki, jól a hátat meglátod, utána még friss leszel. Ez az, és tapsoltassuk meg a felnőtteket, gyerünk! Emeld a lábad, há, négy, húzd ki a hátad, öt, hat, el sose fáradsz, hét, nyolcra, egészen friss leszel. Na, hogy volt ez a kis szaladás? Egy, két, ha, ki a leggyorsabb adásom? Ki a leggyorsabb? Jaj, na, jól esett? De azért még nem fáradtatok el.